estét kívánok, örülhetnek a székesfehérvári klasszikus zenekedvelők, hiszen nem sokára elindul az Alba Régia Szimfonikus Zenekar kamara zenekari sorozata, vagy kamara koncerti sorozata. Az esti mérlegben a vendégem ifjabb Major István, az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És amit nem mondtam, hogy ez a Somorjai Ferenc kamara zenekari hangverseny sorozat, ami el fog indulni nem sokára, márciusban. Ez már a harmadik alkalom, hogyha jól tudom, hogy megrendezésre kerül. Miért pont Somorjai Ferencet adták névadónak? Sokan ismerhetik Somorjai Ferencet, hiszen Székesfehérváron élt és alkotott, mint zenetanár, mint karnagy, de van-e valami személyes kötődése esetleg önnek? Természetesen Feri bácsit én is személyesen ismertem. Sajnálatos módon szakmai kötődésem nem volt, tehát engem nem tanított, de hát a zeneiskolában töltött időmben nagyon sokszor összefutottam vele, és ugye édesapám is itt, mint zenész dolgozott a városban, és dolgozik, és tanított rajta keresztül is, nagyon sok történetet hallottam felőle, illetve hát azokat a fantasztikus eredményeket hallom minden felől, azoktól, akik jártak a kórusába, akik tanultak nála zongorázni, illetve hát ha például, ami minket szorosan érint, mondjuk a Harmony Albenzi sorozat, hogy azt ugye ő indított el több mint 15 évvel ezelőtt, és mi büszkén vettük át és ápoljuk ezt a szép hagyományt. Akkor az ő neve ezért is kapcsolódik ehhez? Abszolút, és 2015. január 1-én, amikor a szimfonikus zenekar önállóvá vált, ugye egyértelmű volt az, hogy fel kell építenünk bérleteket, tehát ugye törzsközönséget kell építenünk. Ennek ugye a legeklatánsabb példája az, hogy bérleteket indít a zenekar, és ezt a bérlet struktúrát úgy állítottuk össze, ugye részben a hagyományt vittük tovább, a partitúra bérlet, ami az ifjúságnak szól, illetve a Harmonia Albenzis esetén. Viszont elindítottuk először a Farkas Ferenc sorozatunkat, ami nagy szimfonikus zenekari sorozat, és aztán következett 2016-ban első alkalommal a Somorjai Ferenc kamara zenekari hangverseny bérlet. Ennek egyébként az is érdekessége, vagy valahogy a sors is hozta, hogy ez így szülessen meg, hiszen nem tudunk olyan sokszor a színházban koncertezni. És az egyéb helyszínek bár nagyon szépek, és nagyon vonzóak, és nagyon szereti is a közönség, de hát nagy zenekart nem lehet mindenhol felültetni, nincs olyan körülmény. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy, hogy legyen egy olyan sorozat, ami több helyszínen fut, ettől is érdekes valamelyest, és kifejezetten ilyen kisebb zenekarra írott műveket játszunk. Ez ugye 4 helyszínen lesz majd, márciustól kezdődően, különböző hónapokban. Miért pont ezek a helyszínek lettek kiválasztva? 2016-ban elindultunk, már akkor nagyjából ezeken a helyszíneken dolgoztunk, de tavaly év egyetemen bebizonyította, hogy ezeket szereti a közönség, és jó helyszínek, és várnak vissza minket ezekre a helyszínekre. Tehát a kamarazenekar, mert azért tudom, hogy egy kamarazene azért nem úgy szólal meg bizonyos terekben, tehát hogy ezek olyan terek, ahol azért a kamarazene az jól hallható. Igen. Itt egy picit pontosítanék, hogy a kamarazene alatt, ugye azt, hogy néhány fős formációt értünk, itt kamarazenekarról van szó, tehát azért itt mindig körülbelül egy 30 fős zenekar az, ami színpadra áll, tehát azért ez egy nagyobb apparátus, csak nem olyan nagy, mint a színházban, ahol adott esetben 60-70 fővel szereplünk. Úgyhogy ezek jól bejáratott helyszínek, szereti a közönség, és mi is nagyon megszerettük ezeket. Kialakult már ezekkel egy folyamatos munkakapcsolat, mondhatom így. Mennyivel lesz másabb ez a koncertsorozat, mint az eddigiek? Ugye több, mint koncert, ez lett az új mottója. Igen, új mottót választottunk, és új koncepciója van ezeknek a koncerteknek. Egy nagyon kedves házigazdát választottunk Vakler Lajos személyébe, aki ugye a Fehérvár Média Centrum riportere, szerkesztője. Ő lesz ennek a sorozatnak a házigazdája. Azért is esett egyébként rá a választás, mert hihetetlen elköteleződéssel követi a munkánkat ebben a új korszakunkban, és gyakorlatilag nem járt itt olyan szólista és olyan karmester, és nem volt olyan produkció, amiről ne készített volna tudósítás. Nagyon hálásak vagyunk neki, és ennek megfelelően rettentően ismeri is ezt a világot, ezt a terepet, úgyhogy nagyon örülök, hogy ő ezt elvállalta, és ezeknek a koncerteknek mindig lesz egy vendég, egy különleges személyiség, egy olyan ember, aki országosan ismert és elismert, és nem feltétlen zenész.
Tehát ez is lényege, hogy nem feltétlen zenész. Nyilván van, akinek van zenei kötődése, de nem feltétlen. Így rögtön az első koncerten, amelyet Dubocki Gergely, zenekarunk új vezető karmestere dirigál majd, ő régi jó barátja, Hirtling István, akit a fehérváriaknak nem kell bemutatni, hiszen a Vörösmarty Színház színésze, és aki szintén nagyon nagy rajongója a zenekarunknak és a komoly zenének, és nagyon nagy örömmel vállalta ezt a megkeresést. Bízom benne, hogy sok színházi rajongója el fog jönni erre a koncertre, és meghallgatja azt, hogy neki milyen élményei vannak a zenével kapcsolatban. Játszunk egy kedvenc darabját is ezen a koncerten. Minden vendégünket felkértünk arra, hogy legyen egy kedvenc műve is a zenék sorában, és ő fogja gyakorlatilag azt felkonferálni, vagy ő fog kedvet csinálni ahhoz a darabhoz. De én azt gondolom, hogy egy picit elvisszük a koncertet egy olyan irányba, hogy egy kicsit szórakoztató is lesz, hiszen élettörténetek, emlékek feljönnek. Másrészt pedig el szeretnénk vinni olyan irányba, hogy minél mélyebb gondolatokat kihozzunk a vendégeinkből, akik elmondják, hogy számukra milyen jelentősége van a klasszikus zenével való kapcsolódás, mit adott számukra az életükben. Úgyhogy én bízom benne, hogy ez tetszeni fog az embereknek, és még többen kíváncsiak lesznek, mint annak előtte. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet egyébként. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Tehát, hogy a koncert előtt van akkor egy ilyen felvezetés, hogy ki az, aki beszélgető partner. Koncert közben is beszélgetnek-e, vagy ez csak a koncert végén van? Tehát, hogy én nem tudom így elképzelni így elsőre. Úgy terveztük, hogy ez körülbelül úgy, mint a polgári szalonokban, hogy úgy összejövünk, és jól érezzük egymással magunkat, és akkor egy kis beszélgetés, utána elhangzik egy zenemű, utána megint egy kis beszélgetés, megint elhangzik egy zenemű, és majd meglátjuk, hogy a közönséget mennyire lehet megmozdítani, lehet, hogy őket is bele lehet majd valamilyen szinten ebbe a beszélgetésbe vonni, meg lehet kérdezni adott esetben az ő véleményüket, nem tudom, hogy hova tud ez fejlődni, ez nyilván Vakler Lajoson is múlik majd, hogy irányítja ezeket a beszélgetéseket, de ez számunkra is egy kísérletezés és egy kísérlet lesz, úgyhogy bízom benne, hogy tetszeni fog az embereknek és a hallgatóságunknak. Azt muszáj még elmondanom, hogy 4 koncertből áll a sorozat, ahogy tavaly is, viszont van egy meglepetésünk, egy 0. koncert, ami nem is igazán koncert, ez megint egy vadonatúj dolog. Bősze Ádámnak, aki ma ugye nagyon ismert komoly zenei műsoroknak a bemondója, műsorvezetője, őneki van egy új kezdeményezés, egy zenei stand-up. Tehát ugye ő is most már elég sokat tapasztalt ezen a területen, és tele van olyan történetekkel, olyan helyzetekkel, olyan zenetörténeti érdekességekkel, amiket összegyűjtött egy ilyen stand-up műsorba, és ebben természetesen a zenekarunk is részt fog venni, tehát ott leszünk és játszani fogunk az előadáson, úgyhogy erre is buzdítok mindenkit, annyira, hogy összekapcsoltuk ezt a kettőt a Somorjai bérlettel, úgyhogy kedvezményesen lehet jegyeket vásárolni egyikre, másikra, tehát olyan konstrukciókat hoztunk létre, hogy a kettő bár külön áll, de mégis ilyen kedvezmények terén összekapcsolható. Hát, biztosan nagyon-nagyon jó lesz. Akkor végigmennénk így a 4 előadáson, ugye az első lesz a Meséskezdés címmel. Itt ugye Hirtling István lesz a vendég, hogy itt már hogy beszélgetős vendég, és hogy a repertoárja ennek az estének hogyan épül fel, hogyan választották ki a darabokat, egy akkor ezek szerint a Hirtling Istvánnak az egyik kedvenc művel. Igen, nem árulom el, hogy melyik. Nem kell mondani, csak hogy itt milyen műveket hallhat az, aki. Igen, Rossini Szeviei Borbély című operájának a tányával indulunk, ezért is Meséskezdés ez a koncertnek a címe. Majd ezután nagyon büszkék vagyunk, hogy a zenekarunknak több tagja is szólistaként megjelenik ebben a sorozatban. Elsőként Kárász András, Gordonka művész, a cselló szólamunk vezetője, és ő fogja Bokerini D-dur Gordonka versenyét eljátszani. Ez megint csak nagyon érdekes lesz, mert egy olyan stílusú zene, amit ritkán hallunk, ez a gálán stílus, vagy rokokó stílusnak mondják, sem nem barok, de nem is klasszikus. A Bokerinit egyébként az olaszok Mozartjának szokták nevezni, tehát egy könnyed, és mégis különleges zene. És végül pedig Haydnnak az Oxford szimfóniája hangzik el. Azt is elárulhatom egy kis műhelytitok, hogy a zenekarnak
van egy fejlődési, illetve egy stratégiája. Most első évben, amit tehát most indítottuk el ezt, de ez most kulisszatitkokról beszélek, törekszünk arra, hogy inkább a klasszicizmusból, a barokk zenéből, a rokokóból innen válogassunk darabokat, mert ezzel tudjuk jól megalapozni majd későbbiekben a romantikát, illetve a posztromantikus nagyműveket, illetve a 20. század zenéjét. Úgyhogy egy kicsit ezért is esik talán mostanában majd többször a választás Haydnra, Mozartra, Beethovenre. Úgyhogy ha így megyünk is tovább, akkor... Ez március 22-én. Ez március 22-én lesz az első, a meséskezdés. Uh-huh. Előtte 3 nappal van a Bősze Ádám stand-upja. Én azt gondolom, mivel az nem koncert, tehát ez így talán így nem üti a kettő egymást, tehát inkább építi a kettő egymást. És a következő második előadás a Somorjai Bérletben, a Borivárban lesz. Hát én azt gondolom, ezt már sokan várják. Már a címe nagyon... is érdekes egyébként, igen. Mert ugye Mozart in the Castle, tehát ez nem magyarul van ez a cím. Igen, angol címet választottunk egy sorozat kapcsán, arra utalunk benne, de hát igazság szerint azért, mert hát egy várban fogunk Mozartot játszani, 2 Mozart művet, és itt is a zenekar 4 szólistája fog megjelenni, Fóris István oboán, aztán a klarinét művészünk Dávid József, bocsánat, egy kicsit gondolkoznom kellett rajta, az első kürtösünk Kovács Gergely, és fagotton pedig Harsányi Zsolt fog játszani Mozart szimfonia koncertántéjában. És itt a vendégi ki lesz? Itt a vendégünk, nagyon különleges vendégünk lesz, Görög Ibolya személyében, aki protokoll szakértő. És én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas téma alakulhat ki, hogy a protokoll az a zenei életben, a koncert életben hogy jelenik meg. Nagyon sok kritikát kapunk mi komoly zenészek, hogy olyan merevek vagyunk a színpadon, hogy olyan szabály szerint működünk, és hogy nincs kellő lezserség, nincs kellő rugalmasság bennünk. Meg kíváncsian várom nagyon, hogy ő miket fog mondani, vagy például annak a kérdése, amit most már sok zenész is feszeget, hogy ugye van egy nagyobb lélegzetvételű mű, ami több tételből áll. Ez idáig azt írta elő a szabály, hogy nem tapsolunk csak a végén, mikor a mű elhangzott, de ugye most már sok helyet szívesen veszik a tételek között, és tapsol a közönség. A következő, ez a bűnbánat és megváltás, ami a ciszterci templomban lesz majd, itt került bele a repertoárba, és ki lesz a vendég? Ennek a koncertnek most már 3. ízben Dínyi Soma a vezetője, aki egy barokk zene szakértő, vagy régi zene szakértő, ez esetben is ő állította össze ezt a programot, csodálatos, szép barokkzenét hallhat majd a közönség. Lesz egy különleges vendégünk, Alexander Schneider, aki egy kontratenor, és kifejezetten ő miatta került bele a programba egy alt hangra írt mű, amiben hát egy férfi énekli ezt a női szólamot, ami adott esetben lehet, hogy valakinek egy picit furcsa, De ő járt már egyébként nálunk a Harmonia Albenzi sorozatban, és fantasztikus volt, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ismét eljön. És itt lesz a Kodály Zoltán énekiskolának az Exultate fiú kórusa, ami megint csak nagyon közkedvelt lett itt Fehérváron az előző években. Biztosan jó este lesz. És akkor az E világ és túlvilág címmel a 4. előadás, ugye ez a Szent István teremben kapott helyet. Itt ki lesz a vendég, akivel beszélget a Vakler Lajos, és mi kapott helyet a repertoárban? Itt a vendégünk Göttlinger Pál lesz, aki egy fiatal rendező, junior prima díjas, és a Nyíregyházi Színház főrendezője már. És különlegessége, hogy gyakorlatilag, ahogy néztem a alkotói pályafutását, szinte nincs olyan színpadi, zenész színpadi műfaj, amiben ne alkotott volna, tehát a barokk operától kezdve a kortárs operáig, de a musicalig mindenféle irányzatba belenyúl, úgyhogy nagyon-nagyon szereti a zenét, és biztos vagyok benne, nagyon érdekes dolgokat tud majd mesélni. A programból pedig azt szeretném kiemelni, hogy Cselmeci Gábor lesz a hangversenymester, aki a zenekarunk koncertmestere, és egyben szólistája is a koncertnek, hiszen Mendelssohn D-moll hegedű versenyét fogja játszani, ami egy fantasztikus Mendelssohnnak, azt hiszem 13 vagy 14 éves volt, amikor komponálta, egy hihetetlen izgalmas darab.
és ezután pedig Beethovennek egy nagyon komoly vonós négyese lesz zenekari változatban előadva. Hát akkor ez nagyon-nagyon-nagyon jónak tűnik ez a négy estés sorozat, illetve nulladik előadás is. Akik szeretnének bérletet vásárolni és jegyet vásárolni, a honlapon tudnak tájékozódni és vásárolni, vagy hol tehetik ezt meg? Tájékozódni a honlapunkon tudnak a www.arsó.hu-n. Bérleteket vásárolni azt a színházban tudnak, a zenekarnak a jegypénztárában, és az első előadás előtt körülbelül 10 nappal szoktuk megnyitni a jegyértékesítést, tehát szóló jegyeket az első előadás előtt körülbelül 10 nappal lehet majd vásárolni. Mindenkit nagy szeretettel várunk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt. Szerintem egy nagyon jó programnak ígérkezik, hogy én is mindenkit búzítok arra, hogy vegyen bérletet vagy jegyet, és menjen el meghallgatni és megnézni a koncerteket. Az esti mérleget látták viszontlátásra.